A negyedik helyen fejezte be az alapszakaszt az amatőr NB1 fehér csoportjában a nyíregyházi kosársuli Farkasinszky Gyuláni együttese 10 győzelem mellett 6 alkalommal szenvedett vereséget. Rövid pihenő után kezdődött az 1-től 16. helyeket eldöntő rájátszás. Az NKS a Magyar Kupa győztes Sopron második csapata ellen lépett pályára. Nekünk is meglepő volt az, hogy rögtön a piros csoport első 6 helyzetjével fogunk keresztbe menni, és ugye mi, hogy negyedikkel lettünk, ugye mi a 3. helyzetet kaptuk, ami éppen a Sopronnak a csapata. Na most ugye azt azért tudni kell, hogy ebbe a Sopronba azért, mivel hogy egy nemzeti kiemelt akadémiára beszélünk, ugye itt azért több helyről érkeznek a játékosok, és mindenhonnan a kimagasló jó képességű játékosokat viszi el a Sopron. Ráadásul még ugye a 3x3 válogatott miatt még ugye NB1 szünet is van, ez azt jelenti, hogy azok a játékosok, akik az NB1-ában kevesebbet töltenek pályán játékpercben, azokat is ugye játszhatják, ami valamilyen szinten az ő szempontjunkból ez egy indokolt dolog, mert ugye föl kell valahol hozni a játékosokat. Nekünk ez per pillanat kellemetlenül jött, mert olyan játékosok jöttek velünk szembe, akik akár az A csapatban 20 perceket is pályán töltenek, de ha még nem is töltenek 20 percet a pályán, de egy olyan közegben edzenek, és egy olyan edzésmunkát végeznek el, amit nem fogunk tudni elvégezni, mert a csapatunk nem erre van per pillanat kitalálva. A két mérkőzésen igazolódott is a papírforma. Sopronban 90-41-re, Nyíregyházán pedig 74-53-ra nyert a sportdalás MAFC. Az első mérkőzés az, én úgy gondolom, hogy nem igazán volt az, amire mi szerettünk volna, tehát egy kicsikét azért az eladott labdák tekintetében voltak gondjaink és problémáink, rengeteg kihagyott helyzet volt, ami ugye most is meglátszott majd a második mérkőzésen, mert a második félidőre elfáradtunk, itt már pontatlanabbak lettünk, nem voltak meg azok a koncentrációk, nem úgy fejeztük be a támadásainkat, nem igazán oda mentek azok a passzok, ahova menni kellett volna. Itt a mai mérkőzés, tehát a második mérkőzés első félidője szerintem most teljesen szuper volt. Egy olyan extázisban kosárlabdáztak a lányok, és egy olyan akarattal, lendülettel, ami példaértékű lehet a következő mérkőzésekre. Az, hogy kevesen vagyunk, sajnos ez egyértelműen látszott, tehát az ellenfél azért tudott cserélni, nekünk viszont azért igencsak kevés, hogy szűk rotációval kellett megoldanunk ezt az egészet, de hát nem várható el attól a kadettkorú játékostól, aki most, mit tudom én, első NB1-es mérkőzésen lejött a kispadra, hogy felcserélem, és ő majd egy olyan teljesítményt fog hozni, mint azok a játékosok, ugye, akik itt a kiemelt akadémián kosárlabdáznak. Én ettől függetlenül nagyon büszke vagyok rájuk, nagyon örülök neki, hogy ma egy ilyen mérkőzést játszottunk. A nyíregyháziak a következő körben a Pécs 2 Zsíros Akadémia kőbánya párharc vesztesével játszanak majd a 9-16. Hely valamelyikének megszerzéséért.